Szia, Laz vagyok, üdvözöllek egy újabb videóban, ahol Frost Death Knight-tal fogunk játszani. Ugye voltak már próbálkozások ezelőtt a videó előtt, ahol emlékezhettek, hogy a masszírozógéppel frostdeckáztunk, vagy éppenséggel, amikor csináltam egy 25%-os logot egy PlayStation 5 kontrollerrel, de ma szeretném ezt egy picit komolyabban venni, és tényleg úgy játszani ezt a karaktert, ahogy igazán kell. A karakterjátszása közben rájöttem egyébként, hogy tökre mozgékony lehet az ember, és hogy nagyon-nagyon sok energiát kell ebbe belefektetni, amit majd most a harc alatt látni is fogtok. Úgyhogy megvárjuk, hogy jöjjön a pool, és el is kezdjük akkor ezt az egészet. Látjátok, ki vannak rakva normálisan a spelljeim, minden a helyén van, úgyhogy csak arra várunk, hogy induljunk el, és hogy kezdődjön a fight. És el is indul a timer, elkezdünk szaladni mindjárt a boss felé. 5, 4, 3, 2, és 1, és már mehetünk is. És elkezdhetjük DPS-elni. És nagyon nyomjuk, és nyomunk el minden CD-t most, hogyha lehet, menjünk egy picit arrébb, hogy úgy legyünk, hogy tudjuk közbeütni, vagy nagyon jó. Mert a Howling Blast, gyűjtsünk egy kis rúnát ahhoz, mert lassan jönnek az addok, úgyhogy ebből fussunk ki. Úgy menjünk egy picit közelebb, és akkor mehet a Howling Blast, mert itt van az összes add. Úgy. Jó, nagyon jó, nagyon jól toljuk. Mert a Remorseless Winter, Howling Blastot nyomjuk még picit tovább, picit menjünk közelebb. Ezzel ki kell futnunk, úgyhogy csináljuk a taktikát is vele. Úgy kifutottunk, most mehetünk vissza, közben Howling Blastolunk, előrébb kell futnunk egy picit, mert a tank kihúzta a boss-t. Hopp, ebből fussunk ki, úgy most visszafutunk, és látjátok, hogy úgy van beállítva, hogy mikor én ugrok, a karakterem is velem ugrik, mert teljes mértékben szimbiózisban vagyunk a játék közben, annyira összhangban vagyok ezzel a DK-val, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy mekkora ez a kötelék közöttünk. És nyomjuk, és nagyon-nagyon DPS-elünk még mindig. Úgy. És mindjárt jön majd a fézváltás. Igen, eljutunk még odáig, és akkor most jön a fézváltás, úgyhogy fussunk ki. Úgy. És akkor megfordulunk egy picit. Úgy, pici rásegítés az egérrel, hogy lássuk is, hogy mi történik. Forduljunk oda a boss felé. Menjünk rá ezekre a gyökerekre. Nagyon jó. Ez itt felég. És akkor mehetünk is vissza DPS-elni. 3, 2, 1, és mindjárt esik is le a gyökér. Úgy. És akkor mehet is a CD. Elnyomunk mindent, Abomination Limbet, mert a Remorseless Winter is mindjárt 10 másodpercen belül. Nyomjuk, 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 és ebben a fészben meg is halt a boss. Hú, hát ez egy nagyon-nagyon mozgalmas fight volt szerintem, nagyon-nagyon jó teljesítményekkel. Sajnos csak 19-ek lettünk a DPS-ben, de szerintem ez egy teljesen használható teljesítmény volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és tudtam valamit adni ezzel, hogy hogy is kell a Frost DK-val játszani. Ugye az órám az mutatja, hogy már mozogtam is, le tudjátok cserélni az edzőtermet a Frost DK-ra, és tudtok mozogni a játék közben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, lájkold ezt a videót, írd le kommentbe, hogy mi a véleményed a Frost DK-ról, és ne felejts el feliratkozni további tartalmakért. Köszönöm szépen a figyelmet, szia! Elfáradtam.